estét kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat! Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik, melyben mai vendégünk Kovács Sándor, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke, akivel a legfontosabb megyei fejlesztésekről, beruházásokról beszélgetünk többek között. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Kovács Sándor úr, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke, akit szeretettel köszöntök stúdiónkban. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit. Elnök úr, talán kezdjük azzal, hogy október 2-án egy nagyon jelentős esemény zajlott az országban, népszavazást tartottak a betelepítési kvótával kapcsolatban. Hogyan értékeli a népszavazás eredményét, milyen üzenete van mindennek? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és történelmi döntés volt ez az október 2-ai népszavazás, hiszen ritkán adatik meg az ember életébe azt, hogy akár évtizedekre, akár évszázadokra meghatározza az ország jövőjét. És most Európában, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában olyan döntések, olyan irányok vannak, ami nem biztos, hogy jó irányba, legalábbis a szándékunk szerint jó irányba befolyásolják Európa és Magyarország jövőjét. Hiszen Nyugat-Európában és sajnos Magyarországon is vannak olyan emberek, akik meg akarják változtatni Európa etnikai, kulturális, gazdasági összetételét. És nem véletlen ez a nagy népvándorlás, nem véletlen az, hogy megindultak a Közel-Keletről, Afrikából ezek a tömegek. Ezeket elindították, és egy szándék, egy most már jól kitapintható szándék, hogy nagy tömegeket telepítsenek, irányítható tömegeket telepítsenek Európába. És erre rájöttek a közép-európai országok, a visegrádi négyek, és hát megpróbálnak ellenállni. És nekünk az volt a feladatunk, hogy megmutassuk, hogy a magyar nép sem akarja ezeket a nyugat-európai, vagy baloldali, vagy liberális döntéseket, nem akarunk változtatni rossz irányba Magyarországon. Én azt gondolom, hogy Magyarország etnikai összetétele, lehet ezen vitatkozni, így alakult ki évszázadok óta. Én nem gondolom, hogy nagy tömegű afrikai vagy muszlim bevándorlókkal fel kellene tölteni Magyarországot vagy egész Európát. Ezek a problémák meglátszanak Nyugat-Európában, hiszen vannak olyan kerületek, akár Párizsba, Londonba, Brüsszelbe, ahol már európai fehér ember nem tud bemenni, a rendőrség nem tudja biztosítani a közbiztonságot, ezt nem kell átvenni Nyugat-Európából. Más országokból azt kell átvenni, ami jó, ami jól működik, a rosszat pedig próbáljuk elkerülni. Én azért gondolom, hogy nagyon fontos volt ez a népszavazás. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan gondolták ezt fontosnak, hiszen több mint 3 millió ember szavazott nemmel a betelepítési kvóta ellen, és én azt gondolom, hogy bármely szavazás mutatja azt, hogy akár az Európai Uniós tagságunk mellett sem szavaztak többen. Én azt gondolom, hogy nagyon erős mandátumot ad ez a kormánynak, és mutatja azt, hogy a magyar nép kiáll a kormányzat politikája mellett, és meg kell akadályozni idegen kultúrájú, idegen vallású tömegek magyarországi betelepítését. És én azt látom, hogy nem mondtak erről még le. Nem mondtak erről le a brüsszeli vezetők, balliberális véleményformálók, és én azt gondolom, hogy találtak itt Magyarországon is partnereket, akik segítenek abba, vagy megpróbálnak segíteni abba, hogy ezt a célt végigvigyék. Én azt gondolom, hogy ennek ellen kell állni, és ez a szavazás, népszavazás ékes példája volt ennek.
mint a megye első embere, ugye a megye vezetője, végig gondolta ezt mondjuk a szavazás előtt, vagy azóta is, hogy milyen hatással lett volna az a megye életére, hogyha mondjuk ide kapunk egy jó néhány betelepülőt? Az a helyzet, hogy én hogy a megye egészét látom, vannak olyan települések, ahol nagyon nehezen, szinte megoldhatatlan problémáink vannak a munkanélküliséggel, az oktatással, a szociális helyzettel. Nem kell itt falu neveket mondani, de nagyon sokan tudják. Ezeket a problémákat, a meglévő problémákat sem tudjuk igazából jól megoldani, nagyon sok munka van benne, és hogyha most egy integrálatlan tömegeket ide telepítettek volna a megyébe, akkor itt robbanás lett volna. Először én azt mondom, hogy a saját házunk táján kell sepregetni, és hogy a miniszterelnök is mondta, mindenki maradjon a saját fügefája alatt, és az a legjobb. Ha mindenki meg tudja oldani a saját problémáját, az már egy jó dolog. Tehát ne importáljunk új problémákat, ne importáljunk új konfliktusokat, hiszen akár látszik Németországban is, hogy egymásnak feszülnek afgánok, szíriaiak a menekültáborokba, törökök, kurdok. Tehát ezt az ottani problémát, az afrikai, az ázsiai problémákat nem kell ide importálni. Van nekünk elég, amit nekünk kell megoldani. Beszéljünk most a megye életéről, az ön munkásságáról. Ha jól tudom, akkor a közelmúltban Kazasztánban járt. Mi volt az úti cél? Milyen céllal utazott? Így van, a nemzetgazdasági miniszter Varga Mihály vezetett egy delegációt, amely politikusokból, üzletemberekből állt. Több mint 60 üzletember utazott vele. Nagyon sok államközi, nagyon sok gazdasági megállapodást írtak alá. Én azt gondolom, hogy évek hosszú munkája volt az, hogy Kazasztánnal próbáltunk jól működő gazdasági kapcsolatokat kialakítani. Ennek a megalapozása az lett, hogy már elektronikai, gyógyszeripari, egészségügyi, oktatási megállapodások voltak, és most már azt látom, hogy már Magyarország is képes arra, hogy olyan termékeket, olyan szolgáltatásokat tudjon eladni külföldön, amire a világon igény is van. Talán 10 évvel ezelőtt még az volt a baj, amikor kimentünk a Kazasztánba, és akkor kérdezték, hogy és hát Magyarország mi az, amit tud kínálni, mi az, amit tud eladni. Igazából erős magyar tulajdonú cégek nem voltak, csak multinacionális cégek. A magyar cégek kicsik voltak, kis hatékonysággal, kevés árucikkel, de most már megerősödött úgy a magyar vállalkozói, a gazdasági réteg, hogy már saját fejlesztésű termékeket, akár az elektronika területén, akár az informatika területén olyakat tudnak nyújtani világon mindenhova, Kazasztánba is, ami igazából piacképes. És hát megnéztük azt az új 2017-es Expónak az épülő területét, ahol reményeim szerint a Nagykunság és Jász-Nagykun-Szolnok megye is be fog mutatkozni egy tematikus magyar nap keretébe, és erre készülünk, hogy ételeket, művészeket, előadókat, kiállítókat tudjunk vinni, hiszen a világ 137 országából lesznek ott kiállítók, rengeteg ember, és hát az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy nem csak Magyarországot tudjuk bemutatni, hanem a kunságot is. És hát, gondolom, bocsánat, a birkapörkölt akkor nem hát fog onnan hiányozni. Valószínűleg a birkapörkölt, de a kunhímzéstől kezdve előadók, képzőművészek, a kultúráról, és hát be tudunk mutatkozni egész Ázsiában, hiszen Japántól, Koreáig, Kínáig nagyon sok kiállító és vendég lesz ott, és hát nem csak Magyarországot, hanem a kunságot is hírelni fogjuk, és hát feltesszük a világ, úgymond képletesen a világ színpadára, és én azt gondolom, hogy örülni fogunk annak, hogyha meg fogja ismerni itt a nagykunságot és a kiskunságot is a világ. Kíváncsian várjuk majd ezt a rendezvényt, és sok sikert kívánunk hozzá. Átadták a megyében az államkincstár új épületét. Mikor történt ez, és mit lehet erről tudnunk? Így van, múlt héten volt az átadó ünnepség, és igazából a jelentősége az, hogy államkincstár, sokan nem is tudják, hogy mit jelent az államkincstár, mi a feladata. De most már a közszféra finanszírozása, a pályázatok finanszírozása, most már a mezőgazdaság finanszírozása magyar államkincstáron keresztül folyik. Ez most már egy olyan gazdasági, pénzügyi központ, most már Magyarországon és természetesen a megyébe is, amely egyre jobban erősödik, egyre több feladata van. Most már nem kereskedelmi bankokon keresztül finanszírozza az állam akár az önkormányzatokat, akár a gazdálkodókat vagy a pályázatokat, hanem az államkincstár a saját berkein belül. Mi már ehhez hozzá vagyunk szokva a megyénél, hiszen
nálunk már államkincstári finanszírozás van. Az államkincstár által kiadott bankkártyát használjuk, hogyha vásárolni kell valamit. Az államkincstáron keresztül folyik minden pénzügyi tranzakció. És ez azért jó, mert nem, úgymond nem a kereskedelmi bankok fölözik le az állam és az önkormányzatok kamatait, hanem ez megmarad a saját büdzsénkbe, a állami és önkormányzati büdzsébe, és ez én azt gondolom, hogy egy hatékony állam gazdálkodása szempontjából nagyon jó. És egy olyan épületet újítottak fel, ahol már az államkincstár is régebben volt, de előtte a monarchia idején egy majdnem 100 éves épület, ahol az első magyar bankok, a megyei első magyar bankok voltak, és egy nagyon szép patinás épületbe került a magyar államkincstár, de most már a központi épülete, és én azt gondolom, hogy a növekvő feladatokhoz ez hozzá is fog járulni. Én azt gondolom, hogy a legerősebb és a legjobban működő pénzintézetszerű állami pénzintézet lesz, amely akár már itt Karcagon is van fiókja, tudtuk neki, hogy itt is tud ügyfeleket fogadni. Ha már a büdzséről beszélünk, akkor 4,4 milliárd forinttal rendelkezés a megyei foglalkoztatási paktumban. Ez miről szól, milyenek a jelentősége, hogyan lehet ezt szétosztani? Ez egy érdekes történet, hiszen még 2008-ban, amikor a gazdasági válság volt, akkor döntöttek az Unióba, hogy egy ilyen jellegű forrás biztosítanak akár a települések, akár a régiók számára, természetesen a megyék számára is, akkor még az volt az elképzelés, hogy azokat az embereket, akik a gazdasági válság alatt mikorek lettek, segítsük a munkaerő piacra. Változott a helyzet, most már az a feladatunk igazából ebben a büdzsébe, hogy azok az emberek, akik még nem találták meg a munkahelyet, vagy most már azok a cégek, akik keresik akár a képzett vagy képzetlen munkaerőt, egymásra találjanak. Hiszen most már az a probléma, hogy a cégek keresik a dolgozókat, és nem találják meg. Mert vagy a képzettségük, vagy a szándékuk nem olyan a dolgozóknak, hogy munkát tudjanak vállalni, vagy munkát akarjanak találni. Mi összehívtuk a nagyvállalatokat, azokat, akik nagy beruházásokat eszközölnek az elkövetkező időszakban, vagy most is, és munkaerőt fognak felvenni, hogy itt a megyéből találjuk meg azokat az embereket, akik szívesen mennének munkát vállalni, de ha nincs meg a képzettségük, akkor segítünk a képzésben, segítünk akár a lakhatásban, az utazásban, és összehozni azt a kapcsolatot, ami a munkaadó és a munkavállaló között lesz, mert most már nem azt kell elérni, hogy mindenki dolgozzon, aki szeretne. Én már azt mondom, hogy mindenki dolgozzon, aki képes dolgozni. És ez a munka ne szeretet kérdése legyen, mert én még gyerekkoromban, még a tankönyvben, olvasókönyvben is benne volt, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Volt egy ilyen felfogás. És azt gondolom, hogy mindenki, aki munkaképes, aki képes arra, hogy dolgozzék, az találjon munkát. És aki dolgozik és munkát talált, az pedig kapjon megfelelő béreket. Én azt gondolom, hogy az elkövetkező időszakban elindul egy folyamatos béremelkedés, ennek kormányzati oldalról is van szándéka, hiszen a minimál béremelés, én azt gondolom, hogy lépésről lépésre egyre nagyobb mértékben emelkedik, és a munkaadók részéről is van egy bérverseny, hiszen most már elkezdtek versenyezni a jó munkaerőért, azért a munkaerőért, aki hajlandó és tud is dolgozni. Ha már a munkaerő hiányról beszélünk, illetve munkaadókról, munkavállalókról, akkor egy kis hazai. Az egyik önkormányzati képviselő, aki listás képviselő, lemondott itt a testületben Karcagon, gyakorlatilag arra hivatkozva, hogy nem talált itt munkát, nem tudtak neki munkát biztosítani. Gondolom értesült erről, hogyan értékeli, hogy látja ezt a történetet? Én azt gondolom, hogy ha valaki karcagi önkormányzati képviselő lehet, az egy nagyon nagy megtiszteltetés. Én nekem a törvényi szabályozás miatt kellett lemondanom, és hát máig fájó dolog az, hogy nem dolgozhatom itt a szülővárosomban, az önkormányzatban. És aki egyszer megválasztottam, akár egyéni körzetben, akár listán, én azt gondolom, annak megtiszteltetés az, hogy itt dolgozzon. Esküdtesz azért, hogy Karcag fejlődését, az itt élők fejlődését segítse. Én úgy tudom, hogy a képviselő úr egyébként is ritkán járt be, a legtöbbet hiányzó képviselő volt az önkormányzati üléseken. Én azt hittem, hogy a munkája miatt, de ezek szerint nem volt neki munkája, mégis keveset járt, és hát ezért
pénzt kaptak az önkormányzat képviselők, nem rengeteget, de ezért egy szolíd juttatást is kapnak. És a másik dolog, hogy az ő szakmájában, amit én hallottam, azt hiszem, hogy pénzügyi végzettsége, közgazdász végzettsége van neki, és én is kicsit megrémültem, amikor olvastam, hogy egy fiatal, közgazdasági végzettségű fiatal ember nem tud elhelyezkedni a megyében. Megkérdeztem a munkaügyi központot, hogy ilyen betöltetlen állás van-e, hiszen hát ha tudunk segíteni. És a munkaügyi központ azt mondta, hogy csak Jászlikun Szolnok megyében 314 ilyen betöltetlen állás van. Én azt gondolom, hogy ilyen végzettségű embereket keresik. Ha ő akart volna itt a megyében, itt a környéken elhelyezkedni, bármikor el tudott volna. De én azt is megértem, hogy egy fiatal embernek vonzó Pest, az ottani nyüzsgő élet, de nem kell akkor kicsit visszamutogatni, hogy itt nem lehet elhelyezkedni, hogy itt rossz. Pont az ő szakmájával itt szükség lett volna, akár közintézményekben, akár cégeknél, hogy el tudjon helyezkedni. Ez egy gyenge kifogás volt, én sajnálom, hogy elment, minden fiatal sajnálok, aki elmegy Karcagról, de akkor ne azt mondja, hogy azért kellett elmenni, mert itt nem kapott munkát. Kapott volna munkát, ha akar. És tudtunk is volna ebbe segíteni. Hogy ki lesz az utódja, nem tudom, hiszen én látom a Jobbiknak a listáját, én nagy érdeklődéssel várom, hogy ki tud a pótlására a Jobbik kinevezni. Remélem hozzá tud járulni az önkormányzat működéséhez és a város fejlődéséhez. Térjünk vissza megyére, egy picit létrejött az M3, M4, M5-ös együttműködés. Ez miről szól, mit lehet erről tudnunk? Hát igen, ez Jászlikun Szolnok megye a mi kezdeményezésünk volt, hiszen azt látjuk, hogy Magyarország közlekedése, gazdaság és kultúra is egy kicsit vízfejű. Minden Budapesten történik. A fejlesztések, a gazdasági fejlesztések Budapest környékén történnek. És hát volt a kecskeméti Mercedes beruházás, ami folyamatosan folytatódik. Komoly beruházások voltak a közlekedés, a kötöttpályás közlekedés szempontjából Szolnokon. Fejlődik a jászság, hiszen az északjászságon, a felső jászságban a Samsung, a ThyssenKrupp, az Electrolux, tehát egy komoly gazdasági régió van, Bács-Kiskun megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, és Heves déli része, Heves megye déli része között, hiszen ott az Apollo Tyres gumigyár, de nagyon sok nagy gyár van, és azt gondoltuk, hogy ez az M3, M5-ös autópálya közötti régió, amiben beletartozik természetesen Jász-Nagykun-Szolnok megye is, egy gazdasági régiót hozzunk létre. Fogjunk össze az itt lévő emberek, és úgy mutatkozzunk meg akár a világon, akár Nyugat-Európában, hogy ez egy erős, fejleszthető gazdasági régió, és versenyképesek legyünk akár nyugat-európai régiókkal, akár Budapesttel, akár a Nyugat-Dunántúli, a Székesfehérvár, vagy a Győr és Sopron környéki régiókkal. Tehát egységesen mutatkozunk be, megszervezzük a piacra jutást, megszervezzük a cégeknek az idejutást, és én azt gondolom, hogy ez az Alföld közepén, ez a mi régiónknak ez egy nagyon komoly kitörési pont. Két héttel ezelőtt volt az első együttes ülés, ahol a Kecskemét, Szolnok megyei jogú város képviselői voltak, Bács-Kiskun megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye képviselői, ezt én hívtam össze Szolnokon a megyeházába, és megegyeztünk abba, hogy folytatjuk ezt az együttműködést, hiszen egy új ipari, gazdasági régiót kell itt az Alföld közepén kialakítani, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor ez más helyettünk nem teszi meg. Melyek a kiemelt beruházások most a megyében? Hát két nagyon fontos kiemelt beruházás is van. Egyik, ha valaki a Szolnok felé közlekedik, és Tiszapüspökinél látja azt, hogy a tiszapüspöki kukoricából cukrot, keményítőt, alkoholt előállító gyár fog felépülni. Itt több mint 500 ember fog dolgozni. Remélhetőleg akár még, ha több műszakos munkarend be is alakul, vagy kialakul, akkor még 1000 főt is eléri ez a cég. Már keresik, én már hallottam, hogy itt már a mezőgazdasági szakközépiskolában, Szent Annaiban már tavaly is keresték meg a végzős, negyedik éves fiatalokat, hogy akár szerződés, akár munkát ajánljanak nekik ennél a cégnél. Én azt gondolom, hogy ezzel több legyet ütünk, hiszen ez egy úgymond ipari üzem, egy élelmiszeripari üzem, amely a környékről a kukoricát, a mezőgazdasági termékeket vásárolja fel. Ez abból a szempontból jó, hogy ipari termelést folytat, és olyan ipari termelést, aminek az az alapja és az alapanyaga, amit itt a megyében megtermelnek. Tehát jó a mezőgazdaságnak, jó a gazdaságnak, jó az iparnak is.
És a másik nagyon fontos beruházás, Jászfény Szarun, a ThyssenKrupp német cég fog gyártani elektromos, elektronikusan működő kormányokat. És ez azért érdekes, mert hát aki kevésbé járatos, és már én sem vagyok annyira járatos ezekben az új technikákban, technológiákban, ez a jövő önvezető autóinak lesz egy nagyon fontos alkatrésze, és magyar fejlesztő mérnöki cég fejleszti, és magyar mérnöki csapat fejleszti ezt az elektronikus kormányt, amit majd itt fognak Jászfényszalon gyártani, és én azt gondolom, hogy ebben piacvezető lesz ez a cég, hiszen olyan kormányműveket fog gyártani, ami az elkövetkező 10-20-30-40 évben szinte minden autóba be fog kerülni. Én örülök neki annak, hogy nem csak bérmunkában dolgoznak már Magyarországon, hanem a fejlesztések is itt vannak, és a fejlesztő cégek olyan fejlesztések van német érlettel, de közös produktumot hoznak létre. És én azt gondolom, hogy ez azért jó az ilyen beruházások, mert nem csak a minimálbér környéki betanított munkásokra van szükség, hanem már emelt bérekkel, olyan bérekkel, ami beindítja, amit már említettem, a bérversenyt, hiszen most már a munkaadóknak kell versenyezni a jól dolgozó, jó és szakképzett munkaerőért. Az imént beszélgetünk Kazahsztán kapcsán említésre került a birkapörkölt. Ha birkapörkölt, akkor ugye rögtön arra gondolunk, hogy Hungarikum. A jövőben, a közeljövőben Hungarikum vetélkedőt szervez a megye. Mit lehet erről tudnunk, miről szól ez a kis verseny? Hát amikor elindítottuk azt az elképzelést, hogy a megyei értéktárba kerüljenek bele azok az értékek, amik a települések vagy a megye úgy gondolja, hogy megőrzésre való hagyományok, szokások, ételek, akkor nem is gondoltuk, hogy ennyi minden van, és egy ilyen nagyon komoly mozgalom indult el. Hiszen a legkisebb falu is a saját különleges ételét, szokásait felgyűjtötte, leírta, és belekerültek egy Jászfényszalon megyei értéktárkönyvbe. És hát az értéktárból azok, amik országos érdeklődésre, vagy olyan fontos és olyan kiemelkedő, hogy országos érdeklődésre tart számot, azok bekerültek a Hungarikumokba. És hát mi tudtuk mindig, hogy a birkapörkölt is egy nagyon jó dolog, és nem attól lett jó, hogy Hungarikum, hanem csak egy kitüntetés és egy megtiszteltetés. És azt gondoltuk, hogy nem csak azokkal az emberekkel, akik folyamatosan foglalkoznak ezzel, azoknak kell foglalkozni az értéktárral, a Hungarikumokkal, hanem a fiataloknak is. Fiatalok is ismerkedjenek meg azokkal a szokásokkal, azokkal a régi ételekkel, azokkal a kulturális értékekkel, amiket megőrződtek, ismerkedjenek meg. És vetélkedőt indítottunk el. És a vetélkedőnek az a lényege, hogy volt már olyan, hogy akár egy Hungarikumról vagy egy helyi értékről egy mesét kellett írni. A gyerekek ezt roppantul élvezték, és nagyon értékes, nagyon szép mesék kerültek, de rajzokat is. Tehát az a szándéka ennek a vetélkedőnek, hogy a fiatalokat ismertessük meg, az óvodásokat, iskolásokat, középiskolásokat azokkal az értékekkel, amik nekünk megvan. Ők is érezzék úgy, hogy ez a sajátjuk, ez a saját életük része, saját történelmük, akár települési történelmük, akár családi történetük része, és én azt gondolom, hogy ez is kell, hogy feladatunk legyen. Tegnap Szolnokon egy újabb dolgot ismerhettek meg az emberek, illetve láthattak test közelből, felbojdult a város, ugye a Magyar Honvédség és a TEK tartott közös gyakorlatot, nagyon látványos volt, ön is ott volt a helyszínen, mit tapasztalt, mit látott, hogyan értékeli a tegnapi napot? Így van, hogyha belegondolunk abban, hogy változik a világ, hogy Párizs már nem olyan biztonságos, Brüsszel már nem olyan biztonságos, terroristákat fognak el Németországba is, akkor fel kell készülni arra, hogyha változik a világ, és akár rossz irányba változik a világ, akkor Magyarországot ne készületlenül érje. Magyarországnak és a magyar államnak meg kell lenni azoknak a védelmi képességeknek, akár aki egy terroristával, idegen behatolóval, akár idegen ország felől jövő támadással is meg tudja védeni az országot. És most nem csak a Honvédség és nem csak a Belügyminisztérium, a terrorelhárítási központ munkatársai, hanem együttműködve a mentőszolgálat munkatársaival is egy gyakorlatot hajtottak végre. Hogyha bármi probléma van, terrorcselekmény, akár
érzékeny infrastruktúrák elleni támadás, mint akár a vasút, vagy akár vegyüzemek elleni támadás, akkor hogy tudnak közösen reagálni, hogy tudják közösen megvédeni mindannyiunk életét és mindannyiunk értékeit. Én azt gondolom, hogy nagyon jó felkészült gyakorlat volt, nagyon szerteágazó, hiszen TUSZ szabadítástól kezdve a robbantási területeknek a felszámolásáig az új távirányítású robot robbantó szerkezetet megsemmisítő robotnak a bemutatójáig. Én azt gondolom, hogy kitűnő katonáink vannak, kitűnő rendőreink vannak, a mentőszolgálatnak kitűnő szakemberei, és én azt gondolom, hogy éberen kell tartani magunkat, hiszen amikor valami rossz történik, akkor nem akkor kell vele szembesülni, hanem az elhárítására sokkal hamarabb kell készülni. Én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk. Én nem hiszem azt, hogy már elértük azt a célt, ami a Magyarország biztonsága szempontjából elegendő. Ezeket a képességeket még kell fejleszteni, kell ezeket a gyakorlatokat tartani, és ez azért volt fontos, hogy találkozzon a mindennapi életben az átlag állampolgár is azzal, hogy lehetnek ilyen problémák, tudja, hogy ilyenkor mi a helyes cselekedet, nem a pánik, hanem figyelni kell az irányításra, és én azt gondolom, hogy sajnos ez már az életünk része lesz az elkövetkezendő évtizedekben, hogy ilyen dolgokra fel kell készülni, és ez mint egy természetes dolog, hogy a honvédeknek, a magyar katonáknak, a rendőröknek akár ilyen feladata is lesznek, és hát újból a határőröknek is. Önöknek milyen feladataik lesznek a közeljövőben, ugye itt az évvége, elnök úr, milyen fontos feladatok vannak, akár a közeljövőben, akár a jövő év elején. Itt például gondolok arra, hogy városunkat is érintik a toppos pályázatok, kihirdetésre kerülnek esetleg majd pályázati eredmények, amelyek a városunkat is érintik, mi várható a közeljövőben? Hát mindannyiunk már izgalommal és lepesve várja, hogy megnyíljanak ezek a területi operatív programnak a forrásai. A pályázatok be vannak adva, a bírálási folyamatok a Nemzetgazdasági Minisztériumban folytatódnak. Én arra számítok, hogy ennek a hónapnak a végén, jövő hónap közepéig szinte az összes pályázatról tudunk dönteni. És hogyha ez így van, akkor a pályázatok már akár indulnak a szerződések, közbeszerzések, és jövő év tavaszán, nyarán rengeteg munka, rengeteg beruházás fog elindulni. Én attól tartok, hogy olyan sok beruházás fog elindulni, hogy az építőipari kapacitás lesz majd talán ehhez kevés, de már azt mondjuk, hogy inkább ezzel a problémával küszködjünk, és már induljanak meg a beruházások. Karcagnak is kerékpárút építés, ipari területek rendbe tétele, zöldmezős beruházások. Én azt gondolom, hogy komoly fejlesztés, természetesen útépítés is, hiszen a kisújszállási út is benne van ezekben a tervekben, annak a felújítása, hiszen tudjuk azt, hogy a kisújszállási út igazából a Szimtől egészen a Deák körútig nagyon rossz állapotban van, és ennek a felújítása is benne van ebben a programban. Várjuk a döntést, várjuk, hogy tudjon elindulni ez a beruházási csomag, és én azt gondolom, hogy ez is nagy lendületet ad a magyar gazdaságnak, a GDP-nek, és ha lendületben van a magyar gazdaság, akkor többet lehet egészségügyre, oktatásra, nyugdíjra, bérekre fordítani, és azt gondolom, hogy itt már a 2008-as gazdasági válság után most már azért érezhető jele van akár a béremeléseknek, a gazdaság beindulásának, de ezt lehet nagyobb fordulatszámra, nagyobb sebességre kapcsolni. Úgy legyen, köszönöm szépen, elnök úr, hogy itt volt nálunk, és a fejleményekről pedig be fogunk majd számolni következő interjúink során. Köszönöm, hogy itt volt, jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb eseményeit összefoglaló városi híreink következnek.
Köszöntöm nézőnket, dr. Fazekas Sándor szénési miniszter úrral beszélgetünk a 56-os megemlékezés után. Nagyon meghatóak voltak az ön gondolatai, de mi az a legfontosabb gondolat, amit nézőinknek elmondana, mit jelent Karcagnak az 56-os emlékek felidézése? Mérhetetlen sokat szenvedett Karcag lakossága, a karcagi parasztság az 56-ot megelőző sztálinista önkénttől, a terrortól, a földek elvétele, a beszolgáltatás, pótbeszolgáltatás, kilakoltatások, kuláklistázás, mind-mind azt a dolgos redemptus gazdaréteget sújtotta, amely ezt a város fönntartotta évszázadokon keresztül. Elüldözték őket, több mint 3000 ember, van olyan számítás, hogy 4000 ember ment el iparvidékekre, bujkált el az ország más részein, és bizony nagyon nehéz volt újra magára találni ennek a vidéknek, a mi városunknak. 1989 hozta meg a szabadulást, a rendszerváltást, és azóta beszéltünk újra polgári társadalomról. Karcagon korábban is egy parasztpolgári virágzó közösség volt, külön értékrenddel, ragaszkodással a földjéhez, a nagykun hagyományokhoz, és ez állt helyre a szocializmus végével, a szocializmus bukásával. Fontos az, hogy gyűjtsük össze az emlékeket, a családok, az idősebb családtagokat, faggassák ki, kérdezzük meg, hogy és mint volt annak idején a TSS-esítés, miképpen forgatták ki a vagyonukból az embereket, miképpen gyötörték őket nem ritkán halálra. Biztos, hogy sok tragikus és nehéz történet bukkan el a múlt homályából. Ez fontos nekünk ahhoz, hogy megtartsunk egy régi szokást, már pedig az, hogy a nagykunok azok nem felejtenek. Köszönjük szépen! Köszönöm! Köszöntöm nézőnket, Jelen József Főrnagy úrral, a Karcagi Rendőrkapitányság közlekedési osztály osztályvezetőjével beszélgettünk így halottak napja előtt, hiszen minden évben föl szoktuk hívni a figyelmet arra, hogy mire vigyázzanak a temetőbe járók. Mi az a legfontosabb, amire kérni a nézőinket? Üdvözlöm a nézőket, és akkor tájékoztatnám a kedves hallgatót, illetve nézőket, hogy a Karcagi Rendőrkapitányság folytatja a korábban már megkezdett intenzív baleset és bűnmegelőzési kampányát. Most elérkeztünk az év egyik jelentős időszakához, a halottak és a mindszentek ünnepéhez. Ezzel kapcsolatban a rendőrség igyekszik, és ott is lesz minden temeténől visszatérően. Föl szeretnénk hívni a temetőt látogató állampolgárok figyelmét, a temeték környékén, amennyiben járművel érkeznek, körültekintéssel parkoljanak a temetőkbe, lehetőség szerint járművel ne hajtsanak be, illetve aki annak engedélyével rendelkezik, az bemehet. A kint megálló járművekben látható módon értéket ne hagyjanak, ezzel előzzünk meg egy esetleges gépjármű feltörést, illetve próbáljanak meg szabályosan parkolni. Ezzel kapcsolatban a kollégáink, amennyiben ott lesznek a temetőnél, már pedig ott lesznek, segíteni fognak mindenkinek parkoltatásba, illetve egyéb dolgokba, illetve szeretnénk megkérni a járművel közlekedőket, hogy mivel már korán sötétedik, illetve későn virrad, a megfelelő láthatóságról gondoskodjanak. Egyben ezt az alkalmat ki is használjuk egy kis figyelemfelhívásra, ugye, hogy elérkezett az őszi-téli időszak, és ezzel kapcsolatban vannak teendőink, úgy, mint a gépjárművezetőknek, úgy, mint a kerékpárosoknak. Kollégáink kerékpárosok részére láthatóságot segítő eszközöket fognak osztogatni, nyilván akinek erre szüksége van, illetve fölhívják majd a figyelmet a közlekedőknek ezekre a dolgokra. Úgy tudom, hogy idén is a polgárőrökkel közösen lesznek kint, és nem egy napos, hanem 4 napon keresztül segítik a temetőbe érkezőket. Igen, nagyon jó az együttműködésünk a területünk levő polgárőrszövetségekkel. Itt a halottak napjával kapcsolatban is több helyen együtt fogunk a polgárőr kollégákkal dolgozni. Hasonlóan, mint korábbi években, segíteni fogják a munkánkat, ott lesznek a temetőknél és vigyáznak a temetők rendjére. Itt több eszemben beszéltünk, tehát több szövetségről beszélt, akkor ez azt jelenti, hogy a karcagi kapitányság minden településén segítenek, tehát nem csak Karcagon. Igen, tehát gyakorlatilag elég sok települést tartozik hozzánk, igyekszünk minden településen jelen lenni, ahol esetlegesen rendőr nem tud jelen lenni, ott nyilván majd a polgárőr segítséget kérjük, de igyekszünk mindenütt jelen lenni, és akkor közösen ezt az ünnepet szeretnénk lebonyolítani békességben.
Az előzőekben már az autóval érkezőknek adtunk tanácsot, de mondjuk el azt is, hogy aki a sírnál, a sírt gondozza, ő mire figyeljen. Mindenképpen figyeljen arra, hogy amennyiben a sírt elhagyja, tehát a értékeit ne hagyja ott, mindig tartsa magánál. És arra is szeretném fölni a figyelmüket, hogy ez gyakorlatilag a késő esti órában többen járnak ki a temetőkbe, tehát gyakorlatilag amikor már a közvilágítás működik, van olyan temető, ahol nem. Tehát sötét van, egyedül ne közlekedjenek, igyekezzenek másod-harmad magukkal kint lenni, illetve az értékeikre fokozottan figyeljenek oda. Reméljük, hogy mindenki megfogadja ezeket a tanácsokat, és akkor nem lesz semmi probléma, ha pedig mégis, akkor ott lesznek helyszínen a rendőrök, akik tudnak segíteni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Jövő évtől változhatnak a közétkeztetésre vonatkozó szabályok, a korábban száműzött só is nagyobb szerepet kaphat, a mesterséges adalékok viszont eltűnhetnek. Még az idén életbe léphet az új menzarendelet, az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása szerint a közétkeztetést érintő szabályozás tartalmazni fogja, hogy több tejterméket kell adni a gyermekeknek, nem használhatnak mesterséges édesítőszereket, valamint a korábban csökkentett sómennyiséget is növelni fogják. A közkonyhák bizakodva várják az új rendelet életbe lépését. A 37-es EMI rendelet alapján dolgozunk. Minden egyes étlapon fel kell tüntetni a só, a cukor, az allergén elemeket, hogy a szülők is tisztában legyenek, hogy az intézményekben a gyermekek milyen ételeket fogyasztanak. Mint például a rendeletben le van írva, hogy a sótartalomnak például egy óvodás gyermeknél 2 g per fő a megengedett, amit mi itt szigorúan be is tartunk. Ha a változás következik be, és a törvényt mi is látni fogjuk, akkor természetesen úgy fogunk dolgozni, és be fogjuk tartani. A HCCP törvényeket kell betartanunk. Ezen formanyomtatványok vannak, és különböző szabályok vannak, előírások, amit természetesen ezt is szigorúan be kell tartani. Volt olyan időszakom, amin fél éven belül 4-szer is vizsgálatot tartottak nálunk, de azt mondom, hogy általában fél évente történik a vizsgálat. Mert így mi is tudjuk, hogyha hibázunk, akkor tisztában vagyunk vele, és tudjuk, hogy min kell javítanunk. Minden be van tartva, törvénynek megfelelően, hál' Istennek semmiféle nagyobb hiányosságot sosem találtak. Egyre több gyermek betegszik meg a bölcsőde és az óvoda első napjaiban. A gyermekek többsége a zárt közösségben fertőződik meg, de a hírműsornak nyilatkozó szakember szerint a betegségnek lelki okai is lehetnek. A kicsiknek ugyanis komoly pszichés terhelést jelent, hogy az otthoni, védett környezetükből bekerülnek egy teljesen új világba, elszakítva a szüleiktől őket, ez pedig az immunrendszerükre is kihat. A gyermekorvos elmondta, egy óvodai teremben akár 25 féle vírus is lehet. Ezek ellen nem lehet teljes mértékben védekezni, ám a gyermekeknek érdemes sok vitamint adni, akkor ugyanis hamarabb túlesnek a fertőzéseken. Hát leginkább hasi panaszokkal, illetve felső légúti panaszokkal, leginkább torokgyulladás és ezzel járó esetleg vírusos, náthás, orfolyásos tünetekkel, illetve nagyon sok a hasit panaszok most a hascsikarással, hígapszikletekkel. Teljesen vegyes korosztály, most kezdődtek az összeszokások a közösségekben, mindenki hozta a maga kis vírusát, bakteriális fertőzéseit, és ezek még igazán nem alkalmazkodnak, nem rendeződnek, addig sajnos jönnek ezek a tünetek. Azon kívül hozzájárul még a hirtelen lehűlés is, megszokták még a nyári melegség, izzadás, és utána egy kis szellő megcsapja, akkor gyakorlatilag ez is hozza ezeket az orfolyásos tüneteket. Milyen? Hát leginkább tüneti szereket adunk, orfolyás, köhögés és hasi panaszok, ennek megfelelően gyakorlatilag egy orrcsepp, nyákoldó, illetve görcsoldó, fájdalomcsillapító tüneti szereket adunk. Nagyon fontos ilyenkor az ágybefekvés citromos tea, a vitaminok és a diétás étrend. Járványról beszélhetünk már? Egyelőre még nem, de tömeges megbetegedésről inkább.
Általában inkább november-december táján kezdődik, és úgy februárig tartanak a járványok, addigra reméljük, hogy meg lesznek a védőoltások, ami az influenza elleni védekezésben nagy szerepet játszik. Szemlézési gyakorlatuk felülvizsgálatára szólítja fel a közműszolgáltatókat az Energiahivatal. A jogszabály szerint a földgáz, valamint a villamos energiaszolgáltatóknak úgy kell változtatniuk szükség esetén 30 napon belül, hogy a fogyasztóknak legalább 8 nap álljon rendelkezésükre a számlák rendezésére. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz érkező panaszlevelek egy részében a fogyasztók azt kifogásolták, hogy a számlaleveleket késedelmesen kapják készhez, így nem tudják a számlát a megadott határidőben befizetni. Ezért van szükség a számlaküldési gyakorlat felülvizsgálatára. A két számlázás között nem változott semmi sem, csak annyiba másabb az internetes számla, hogy hamarabb látom meg, hogy körülbelül mennyit kell fizetnem, és akkor megpróbálom úgy kalkulálni a jövő hónapba, hogy jó legyen. De ugye az embereknek is vannak olyan problémáik, hogy váratlan kiadás jön a családba, és akkor hirtelen nem tudja befizetni a számlát, és ha egy hónapot csúszik, akkor már a szolgáltató kikapcsolással fenyegeti meg őket. Volt ilyen, hogy olyankor viszont kiküldik a papíralapú számlát, hogy igen, fizessen be, mert két napon belül kijönnek hozzám, és kikapcsolnak. És emiatt nagyon sok vitám volt több szolgáltatóval is. Eléggé felháborító, mert szerintem a szolgáltatóknál is ugyanúgy van fizetés, hogy hó elején vagy közepe fele lehet. Tehát igencsak elgondolkodhatnának azon, hogy az emberek mikor tudják befizetni ezeket a számlákat, mert hó végén már nincs az embereknek úgy pénze, meglátásom szerint. Az agrárgazdaság jövője nagy veszélyben lehet, ha a mezőgépészek száma tovább csökken. A föld népességének drasztikus növekedésével együtt járó, folyamatosan emelkedő élelmiszer szükséglet Magyarországon is a mezőgazdasági termelés hatékonyságát követeli. Azonban ehhez a meglévő csúcs technológián és modern berendezéseken kívül szakképzett és elkötelezett munkaerőre is szükség van. Hazánkban megvan a lehetőség arra, hogy a gépesítés terén növeljük a hatékonyságot. Az elmúlt 10 évben közel 800 milliárd forint értékű gépberuházás zajlott a magyar mezőgazdaságban, az Agrárgazdasági Kutatóintézet statisztikái szerint. Sőt, 2016 első felében a mezőgazdasági gépforgalmazás értéke csaknem 55 milliárd forintot tett ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai alapján. Technológiai téren tehát folyamatosak a fejlesztések, és ezeknek a modern mezőgazdasági gépeknek az ára akár a 100 millió forintot is elérheti. Az ilyen nagyértékű járművek és gépek kezeléséhez viszont komolyan képzett szakemberekre, mezőgépészekre lenne szükség, de ez esetben egy igen fontos hiányszakmáról beszélhetünk. A munkaerőt tekintve a gazdálkodók közel 4/5-e csak gyakorlati tapasztalatára támaszkodik, felsőfokú végzettséggel 3, középfokú szakirányú végzettséggel 7%-uk rendelkezik a KSH adatai szerint. Az oktatás a rendszerváltás után igazodott a jelentősen lecsökkent munkaerőigényhez, és ezzel együtt a szakma presztízse is erősen csökkent. A szakképzett dolgozókból egyre kevesebb van, és helyüket gyakran szakképesítés nélküli munkavállalókkal töltik meg. Szintén a KSH statisztikáiból derül ki, hogy míg a mezőgazdaságban dolgozók aránya a teljes foglalkoztatottsághoz képest 25 évvel ezelőtt még 14% volt, manapság az 5%-ot sem éri el. Tavaly a szakmai képzésben tanuló 84 ezer diákból körülbelül 4400 kezdte meg tanulmányait valamilyen mezőgazdasági szakiskolában, viszont a diákok töredéke mindössze negyedetett sikeres szakmai vizsgát. A vészjósló adatokból azt is megtudhatjuk, hogy az összes mezőgépész végzettségű szakember körülbelül 43 ezer fő közül csupán 4 ezer dolgozik a mezőgazdaságban.
iskolánk több mint fél évszázada foglalkozik mezőgazdasági gépészképzéssel, és azt mondhatom, hogy a mezőgazdasági gépészet a végrehajtó sejtje ennek az egész mezőgazdasági munkának, hiszen azért ma már gépesített munkákat végezzük, gépesítve végzik el azokat a feladatokat a szántóföldön, amiket a termelés igényel. A komoly veszélynek tartom, hogyha ez a korosztály, aki még ebben a rendszerben van, nyugdíjba megy és megfelelő pótlásáról nem tud gondoskodni az ország. De én úgy érzem, hogy most az elmúlt években már hiányszakmának minősítette a kormányzat is ezt a szakmát, és vannak pozitív irányú változások, nálunk is növekszik a gépésztanulók száma. Van egy nagyon komoly gépállományról, sok tízmilliós gépekről van szó. A hozzáértés, az a szakmai kompetencia, ami ahhoz kell, hogy ezek a gépek üzemben maradjanak, és ne keletkezzenek milliós károk az üzemeltetés során, ez elengedhetetlenül fontos. Többségük már azért jön, mert olyan környezetből jön, ahol a mezőgazdasági tevékenységeknek van valamilyen múltja vagy szüksége. Általában már végzős tanulóinkat megkeresik különféle gépkereskedelmi cégek, szervizek vagy vállalkozók, akik munkát ajánlanak nekik. Tehát többségükben azért a termelésben, a mezőgazdasági termelésben helyezkednek el. Kedves nézőink, a közelmúltban tartották Karcagon a Dériné Kulturális Központnál a Méltóság Mezeje programot. A témával kapcsolatban Háttér című magazin műsorunk mai vendége Váci Attiláni, a Rákbetegek Országos Szövetsége karcagi csoportjának vezetője. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Váci Attiláni, a Rákbetegek Országos Szervezete karcagi csoportjának vezetője, akit szeretettel köszöntök stúdiónkban, és örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívásukat, és szeretettel köszöntöm én is minden kedves nézőnket. Azért hívtuk meg egy stúdió interjúra, mert a közelmúltban volt egy nagy városinak is mondható rendezvényük, ez a Méltóság Mezeje program. Ez a Dériné Kulturális Központban, illetve a központ előtt került megrendezésre, ugye ketté is szedhetjük a programot. Meséljen nekünk, hogyan is zajlott ez a bizonyos délután, mit szerveztek aznapra, mivel várták az érdeklődőket, és egyáltalán kiket vártak? Karcagon, illetve velünk, ugye már évek óta, 5-6 éve hagyomány a Méltóság Mezeje programnak a tavaszi és az őszi rendezvénye. A Méltóság Mezeje programot ugye elsősorban ez Varsóból, Lengyelországból indult el, a gyógyíthatatlan betegeknek, daganatos betegeknek, a elismerésére, szeretetére, tehát egy figyelemfelhívás elsősorban az itt lévőknek, hogy mennyire fontos a szeretet az utolsó órákban is, hisz alapmondat az, hogy az emberi méltóság az élet utolsó pillanatáig megőrizhető és meg is kell őrizni, és ez a mi feladatunk mindenkinek, tehát nem csak a mi szervezetünknek, hanem mindenkinek. Már szlogen, ugye TV reklámokban dobókat a reklámja, hogy minden perc értékes, és igen, én is ezt vallom, hogy minden perc értékes egy ember életében. Most ugye az ősz rendezvényünk volt, amikor is a nácisz hagymák elültetésre kerülnek. Miért pont nácisz? A nácisz tulajdonképpen a gyógyíthatatlan daganatos betegeknek egy szimbóluma, ugyanakkor vallási vonatkozása is van, a feltámadását, tehát ezzel kapcsolatos jelkép is. Hát, hogy ezt miért a náciszt találták ki valamikor, azt nem tudom, de valószínű összefügg a vallási vonatkozásával. És ugye ilyenkor elültetjük, vagy elültetik a náciszt hagymákat. Jó néhány város, olyan kb. 20 város csatlakozott már ehhez az országos mozgalomhoz. Én nagyon örülök neki, hogy Karcag tényleg az elsők között volt. Megértettük városvezetésével együtt, hogy
mennyire fontos ez az emberek életében, hisz nem csak arról szól, hanem arról, hogy a diákokat, fiatalokat már iskoláskorban ránevelni, hogy tiszteljük a másikat betegségébe, a beteg embernek való segítséget hogyan tud nyújtani, hát illetve azt is meg kell értetni velük, nem nagyon szokás mostanában beszélgetni ugye az elmúlásról a gyermekekkel. Viszont ezt is meg kell velük értetni, hogy az élet kezdődik és az élet befejeződik. Ugyanígy egy virághagymával, egy kedvenc állattal, és sajnos a legkedvesebb nagymamával, vagy rokonnal, testvérrel, bárkivel. De nem erről kell szólni, hanem tényleg annak a szeretetnek, ami egész életen át követheti az embereket, és ha ezt a gyerekek úgy meg is értik, hogy tényleg az élet ilyen, hogy van benne nagyon sok öröm, van benne nagyon sok fájdalom, de nem a fájdalomra emlékezünk elsősorban, hanem együtt töltött szép időkre. És a szeretet, ha ott megmarad a tudatukba, a szívükbe, akkor ez tényleg jó dolog. Azt mondta, hogy Karcag az elsők között volt az országban, azon települések sorában, akik csatlakoztak ehhez a programhoz. Mióta mondhatjuk már, hogy hagyomány ez itt a városban? Pontosan 6 éve, az őszi náciz ültetéssel kezdődött, de hát persze, azzal kezdődik az egész, ugye elültetjük, és akkori rendezvényünket megtisztelte, és itt volt a dr. Muszbeck Katalin, aki tulajdonképpen a Magyar Hospice Alapítványnak az orvosigazgatója, az egésznek Magyarországon kitalálója, bevezetője, és nagyon, de nagyon lelkes ápolója. Az elmúlt évek során ugye ezeken a rendezvényeken, ha nem is minden, de azért voltam én is jelen, és hagyomány, hogy miután elültetik, vagy amikor elültetik a náciz hagymákat, akkor mindig egy szónok ugye beszédet mond az idén, kit hívtak meg, ki szólt a jelenlévő közönséghez gyakorlatilag. Ebben az évben Pánti Ildikó képviselő asszony köszöntötte a jelenlévőket ott, és szintén felhívta a figyelmet, hogy mennyire fontos az ember életében azt, hogy hogyan viszonyul a másikhoz, hogyan viszonyul az elmúláshoz, és mennyire fontos egymás becsülése, tisztelése, szeretete. Ugye az idén is két részre bontható gyakorlatilag a program. A náciz ültetés után a Dériné Kulturális Központban mivel várták az érdeklődőket, hogy sikerült ez a programelem? Tulajdonképpen ezt a programot tavasszal terveztük, de helyhiány miatt és egyéb elfoglaltság miatt nem tudtuk tavasszal meghívni a fellépőket, hanem most arra sikerült így időzíteni, a Telse színjátszó köre vette be részt, illetve mutatta be a Tékozló című rockmuzikát. Óriási sikere volt, most biztos, hogy elfogult vagyok, de mindenünnen ez a jelzés jön vissza, meg ha úgy visszahallgatom a felvételek egy részét, akkor tényleg a tapsból azért következtet az ember, hogy tetszett a nézőközönségnek, illetve talán megértették, hogy mit jelent az, hogy fogyatékos gyermekek is jelen voltak, hogy a fogyatékosság, ugye a másság elismerése, a másság tudomásul vétele, a másságot ugye úgy kell beépíteni, úgy építjük be az életünkbe, hogy ugyanúgy fogadjuk el, mint bármilyen más épp ember, ki mibe jó, ki mibe tehetséges. A Rákbetegek Országos Szövetsége karcagi csoportja hogyan működik, mit lehet róla tudnunk? Hát ez most lehet, hogy nem egy jó kérdés, hogy hány tagja van, vannak-e pártoló tagok, mit lehet tudunk erről a csoportról? Hát pillanatnyilag olyan körülbelül 60 tagja van, hisz ez ugye változó. Mit lehet róla tudni? Hát természetesen vannak pártoló tagok, és ugye vannak az érintettek, vannak önkénteseink, akik kiképzése a nyáron egy balatoni táborban történt meg, egy NEA nyertes pályázatban volt erre lehetőségünk, hogy
finanszírozzuk. Mit csinálnak az önkéntesek? Ez nagyon nehéz kérdés, ilyen rövid időben elmondani. Tulajdonképpen segítik egyrészt a klubnak a munkáját, illetve arra szükség van, akkor nem csak az, hogy most szerveznek, tegyük fel egy előadásra, mozgósítanak, vagy a nácisz elültetésére előtte rendbe tették azt a kis kertet, hanem szükség esetén, ugye akár lakáson, kórházba látogatják a tagokat, de ez nem csak tagokat, tehát a rászorulókat, hagy egészét sem kérdezel. Nagyon széles és nagyon nagy empátiával, ember szeretettel kell rendelkezni, illetve ott kell lennünk, most kezdjük most már tényleg hatékonyan úgy el 3 kórháznál is, ott lenne betegek között. Nagyon sokat jelent az, ha még várakoznak, és abban az izgalomban, hogy milyen lesz az eredménye, fog-e fájni ez a kezelés, valaki megkérdezi, hogy segíthetek, hozhatok egy pohár vizet, elkísérhetem a toalettbe. Uh-huh. Tehát önkéntesek ezt fogják végezni. Uh-huh. A csoport, amikor találkoznak, ugye azt elmondta, hogy nagyon fontos ugye az empátia, segítség egymás, gyakorlatilag úgy gondolom, hogy egy ilyen csoportnak ez is a célja, a küldetése. Hogyan tudnak vidámságot, jó hangulatot csempészni egy ilyen találkozóba? Hiszen bízni kell, hinni kell abban, hogy minden jóra fordul, és ugye a mosoly, a nevetés az gyógyít is. Hát igen, szóval nagy szavak ezek, ha azt mondom, hogy a pozitív szemléletet valahogy tovább kell adni, anélkül nem megy, sem a gyógyulás, sem a közösségbe való együttlét. Sikerül ezt úgy elfelejteni, viszont arról sem szabad elfelejkezni, hogyha valaki a társak közül krízis állapotban van, akkor oda kell állni mellé. Most ez lehet közeli családtag halálesete, vagy bármi, vagy éppen neki egy nagyon rossz eredmény, akkor ott kell lenni egy emberként mellette. Lassan itt az évvégem, beszélgettünk ugye az interjú előtt, és ugye készülnek több programra is. Az egyik az a nárcisz szedés programja lesz, de ezt, ha jól tudom, akkor ezt megelőzően egy ismét nagyobb volumenű rendezvényre, eseményre is készülnek. Mit lehet erről tudnunk? Február 4-én van a Rák világnapja. Ezt valamikor Párizsban, nem olyan régen, ugye ott döntött el a Kárta, hogy ezt a napot a Rák világnapjává nyilvánítják. Országosan, illetve minisztériumi szinten is mindig vannak rendezvények a Rák világnapján, vagy akkori időben. Karcagon még nagyvárosi rendezvény nem volt. Mi természetesen megemlékeztünk róla, vagy csoportosan elmentünk a központi rendezvényre, de most eltökélt szándékom, hogy most Karcagon is erről megemlékezzünk. Mindenféleképpen szeretnénk benne méltó megemlékezést, tudományos esetleg szakmai előadással vagy tájékoztatóval, tehát ez most nem olyan orvosi, hogy tele van latin kifejezéssel, hanem tényleg akik ezeknek az embereknek szól, és valami kulturális műsorral utána, de ez legyen meglepetés. Ígérem, hogy fogjuk majd tájékoztatni a közvéleményt is az eseményekről, illetve majd természetesen a televízió képernyőjén láthatják is a felvételeket azok, akik nem tudnak majd elmenni erre vagy ezekre a rendezvényekre. Én köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és további sikeres munkát kívánunk. Köszönöm a meghívást, és köszönjük a jó kívánságot. Kedves nézőim, mára megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is várjuk leveleiket, illetve telefonhívásaikat a megszokott csatornákon. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.